Ilyen távolról és ilyen közelről az épülő csengeri börtön. Európa legmodernebb büntetés végrehajtási intézménye még épül, de már elkezdődött az ott dolgozó felkészítése. Az építkezés ősszel befejeződik, a börtön pedig alapjaiban változtatja meg Csenger és a csengeriek életét. Mint Forján Zsolt polgármester elmondta, az elmúlt évek fejlesztéseit már a börtönprojekt határozta meg. Ebben a büntetés végrehajtás intézetben 663 új munkahely lesz, amely természetesen közvetlenül, és közvetetten még azért ez több száz főt fog jelenteni Csenger életében. Ehhez mi felkészültünk, és itt jön be a költségvetés, hiszen pályázatokat nyertünk, ennek saját ereje volt, területet kellett megvásárolni ahhoz, hogy felkészüljünk az infrastruktúrával. Új bölcsődét építettünk, már megbővítettünk, készülünk arra, hogy a rengeteg dolgozóból sokan jönnek haza Csengerbe, és sok új is költözik ide a városunkba, és hogyha már ide költöznek, ugye gyereket itt vállalnak, a gyerekek akkor tudnak bölcsődébe, óvodába járni, úgyhogy most tiszta új bölcsődét építettünk, 500 000 000 forintot nyertünk az óvodának a felújítására, aztán egy szociális szolgáltató központnak a teljes felújítására szintén 500 000 000 forintot nyertünk, be van adva egy körforgalmunk, kerékpárúttal, belterületi utak, árkok, járdáknak az építése, és ezt azért gondoltuk, hiszen minden már erre a nagy büntetés végrehajtási intézetre készítünk rá. Az önkormányzatnál úgy számolnak, akár 1000 fővel is nőhet a lakosság száma. Ezért igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy mindenki számára megfelelő lakhatási lehetőséget biztosítsanak a városban. Az ingatlanok az árai felmentek Csengerben, mióta a BV elkezdte a működését, sőt az albérlet árak is megemelkedtek, ezért készülünk azzal közösen a büntetés végrehajtási intézettel, hogy lakóparkokat építünk. A BV már elkezdett egy új lakóparkot építeni a Béki utcán, Csengevás önkormányzata ajánlotta fel a területet. Mi egy 6000 négyzetméteres belterületépítési telket ajánlottunk fel, és most pedig mi vásároltunk egy közel 1 hektáros területet, amelyre mi is egy új lakóparkot szeretnénk építeni. Itt még keressük a kivitelezőt, hogy akivel közös munkába tudnánk együtt dolgozni. A kivitelező megépíteni, mi ingyen adnánk a telket, és így nem lenne telekhányad a fiataloknak, és maga a kivitelező pedig megépíteni ezeket a lakásokat, és így kerülnének értékesítésre. A Csengeri Egészségügyi Központ mintegy 20 000 ember ellátását biztosítja. Az eszközpark további fejlesztésével szeretnének nyitni az egészségturizmus felé is. A járóbeteg szakellátó központban 18 szakorvosi ellátás van, és most is bővíteni szeretnénk például neurológiával is. Nyertünk egy több mint 100 millió forintos pályázatot, ebben új ultrahanggépeket nyertünk, csontsűrűségmérő műszert nyertünk, és egyéb kisebb eszközöket. És hát tervünkben van, hogy tovább tudnánk fejleszteni, akár CT-nek vagy MRI-nek a megvásárlására is, hiszen látjuk azt, hogy Romániát talán hamarosan be fogják Schengenbe lépni, és tudunk nyitni a Partium irányába is, és itt is az egészségügyi szolgáltatás, az egészségügyi turizmus be tudnánk indítani, nagyon fontos lenne mind a munkahelyteremtés szempontjából is, az embereknek a megtartásából is, ami is legfontosabb, az egészségünk megőrzése szempontjából. Tehát nagyon sok prevenciós tevékenységet akarunk elindítani. Forján Zsolt még elmondta, hogy tervei között szerepel az ipari park bővítése is. Logisztikai központot és egy 2000 négyzetméteres csarnokot építenek. Szándékaik szerint ezeket bérbe adják olyan vállalkozásoknak, amelyek helyi munkaerőt foglalkoztatnak majd Csengerben.